A spárga fás végeit letörjük, majd meghámozzuk. Lisztezett felületen a leveles tésztát négyzetekre vágjuk, és megformázzuk. A tésztára helyezzük a sajtot, sonkát, spárgát, ismét a sajtot. Átlósan felhajtjuk a két szemben lévő sarkát. A tojást felverjük. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük a tésztát, és megkenjük a felvert tojással. Csipetnyi sóval megszórjuk. 220 fokon előmelegített sütőben 15-20 perc alatt készre sütjük.